Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kommentár című magazin műsorunkat látják. A koronavírus járvány a gazdaság számos területére gyakorolt hatást, sok helyen lassultak a folyamatok, ám vannak olyan területek, ahol az élet nem állhat meg, ilyen a mezőgazdaság is. Mai vendégünk Simon Attila, mezőgazdasági szakértő, őt kérdezzük most a mezőgazdaság helyzetéről. Köszöntelek téged, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszöntöm Önteket, köszönjük kedves nézőket. Mi a helyzet a mezőgazdaság területén, milyen hatást gyakorolt most a koronavírus járvány terjedése a mezőgazdaságra? Összességében a mezőgazdaság folyamatosan dolgozik és termel. A növénytermesztésben, gyümölcstermesztésben most van a munka dandárja, hiszen most kell elvetni a kapás tömegeket, most kell elvetni a kukoricát, napaforgót, sőt lassan már végéhez közeledik a napaforgó vetése. A klasszikusan a május elsője az időpont, amikor ezeknek a maguknak a földbe kell lenni. Nagyon komoly munkát igényelt a gazdáktól a vetés és telelkészítés. A legfontosabb probléma az most, hogy egy hónapja nem volt egy normális csapadék, egy hónapja nem esett le 2-3 mm-nél több eső, de nem vegyük az ország legszárazabb része, mert délen még kevesebb esett, úgyhogy ismételten asszály van, és ez nagyon gyenge tél sem tett sokat hozzá ahhoz, hogy a talajok feltöltődjenek csapadékkal. És ez azért fontos, hiszen most kell ki a talajból a mag, és a kelésre szükség van nedvességre. Ezért olyan technológiákat választanak a gazdák, amelyel meg tudják őrizni a talaj nedvességét. Tehát nem művelészik a földeket, hanem egy apró porhanyítással azon a magágyat kell készíteniük, hogy a mag ebben a nyírkos nedves talajba tudjon kikelni. Egyelőre még katasztrofális helyzet nincsen vízellátásban, de nagyon nehezen indulnak a vetések, különösen a korai borsó, illetve egyéb tavasz elpövetések, amelyek kicsit megsínlették, ezt megsínlik. Hát a kukoricapa forgalmi kapja az esőt májusban, ez a klasszikus a május első olyan tér, akkor az igazából elegendő lesz, hogy behozza a maradását. A búzák a korai tavaszi fejtelezés hatására jól bokrosodtak, tehát elegendő, ők kalászt fognak hozni, jövő hónapban lesz a kalászhozás, mert a nap eldől, hogy mennyi, hány darab kalászt tud kihozni egy gabonabokor, illetve őszi búza vagy őszi árpa. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy két héten belül egy komolyabb eső érkezzen az országba. A zöldségtermesztésben még nem indult meg a szabadföldi palánták kiültetése, hiszen mindenki érzik, hogy ha napközben meleg is van, de elég hűvös csípős reggelekre ébredünk minden reggel. Ez volt olyan szakasz három alkalommal, március végén, április 1-én, április 15-én, amikor komoly fagyokat szenvedett el a tájegység. Ilyen még nem volt, hogy hidegebb legyen áprilisban, mint télen volt. Tehát április 1-én volt, amikor mínusz 8, mínusz 10 fokos reggel volt hajnalban. Hát télen nem volt ennyi, úgyhogy elég komolyan odavágott a gyümölcsöknek, akkor még egy ilyen félbimbós nyílótápoló volt, akkor mindenki bizott, hogy egy 30-50%-os fagykárral megúszza, később ez azért jócskán rátett a húsvét utáni fagy, akkor teljes virágzásba kapta el a gyümölcsöket, és hát 80-90-ben van 100%-os fagykár van. Úgyhogy nagyon nehéz ez így a védekezés, azt nem lehet kivédeni semmiféle fagyvédőgéppel, hiszen ez már ez rekordideg, és elmúlt 20 évben nem volt ilyen, de hát bepótolta a tavasz azt a hideget, amit télen nem volt meg, ez nagyon komoly anyagi kár van a gazdáknak, ennek megfelelően a fogyasztóknak is valamelyes magasabb árakkal fognak találkozni a földeket. Visszatérve a kérdés elére a koronavírus hatására, az mindenképpen nagyon fontos szerep, hogy Magyarország, és ez a Kárpát-medence területe, az hagyományosan agrár terület. Mindig is mezőgazdaság volt a fő termőegység. Igazából a régi tankönyvekben is jelentős volt, hogy a magában a monarchiában is, tehát a korábban is Magyarország volt mindig az éliskamra, a spájzkamra, ahogy Bécsben mondták. Ezt most is tudjuk tartani, tehát Magyarország lakosságát el tudjuk látni a mezőgazdaság elegendő egészséges élelmiszerrel. Annyiban jelentős változás alakult ki a koronavírus hatására, hogy a hosszú élelmiszerláncok, amikor Spanyolországból, Marokkóból érkeztek zöldségek, primör gyümölcsök, vagy primör zöldségek, illetve a Balkán déli részéről Görögországból, ezek a láncok megszakadtak, illetve megszűntek, és egyre inkább teret nyer a rövid élelmiszerlánc,
A gond ezzel az, hogy a nagy multik nem nincsenek folyakészülve erre. Hogy hogyan mondjuk be, hogy 100 termelőtől fogadják be a termelőket, illetve a termelők sem tudnak egészében végig ugyanazt a terméket szállítani, hiszen ciklikusság jellemző a mezőgazdaságra. Tehát jelentősen átértékelődnek az értékesi csatornák jelen állapotban a vírus hatására, illetve van egyfajta igény a lakosság részéről, hogy a megbízható hazai fogyasztást helyezi előtérbe, és egyre kevésbé vásárolnak máshonnan bizonytalan forrású terméket, és egyre kevésbé jelenik meg a piacon a görög, vagy éppen most a eper szezon elején a spanyol eper a piacon leverve ezzel a belföldi árakat. Fogyasztó szempontjából persze az azért mindig hajlanak arra, hogy olcsóbbat válasszák, viszont mindenki tudja, hogy mennyire más íze van a hazai termelők által előállított terméknek, mennyivel zamatosabb, ízletesebb a termék. Hiszen ez a termék, ha reggel van szed, de másnapra a pultokon kerül, és a Spanyolországból 5-7 nap alatt ér ide, vagy akár máshonnan a Európa másik pontjáiról, beadódóan nem lehet leszedni abban az érettségi fokból, hogy megfeleltsége ennek. Ez nem egy banál, hogy utóérik, úgyhogy némi előnyt tudna most a mezőgazdaság ebből bizonyos ágazatai előszedni, illetve kibányászni. A tenyésztésben voltak anomáliák, különösen a húsvéti bárányok kiszállításában. Abban egy hatatos kormányzati segítséggel megoldhatóvá vált, hogy a bárányok, amelyek az olasz piacra kerültek, 90%-ra kikerüljön. Olasz piacra persze nyomott áron, de végül is nem maradt a termelők nyakán, és így meg tudták oldani azt az olasz igényt, hogy ellássák őket megfelelő történelmi hagyományos húsvéti bárányjal. Amivel most picit anomáliák várhatók, az a tejpiac, hiszen a tej 20-30%-a kerül nyugat-európai piacra az unió más államaiban. Az most részben logisztikai forgások lassulása miatt kicsit belassult, úgyhogy tejnél az eddigi futó szakasz az lecsengeni látszik, és egy ilyen stagnáló, vagy éppen zuhanuárban várható a tejtermék, és magának a tejfogyasztása. Magában a tejtermékben a hazai piac viszont a Home Office-letes Maradj Otthon program hatására kis belső fogyasztás megerősödött. A kampány, illetve az a lázas felvásárlás az van és stabilizálódott, de jelentős mértékben megnőtt a lakosság fogyasztása, ami viszont kiesett, üzemi konyhák, illetve a menzák fogyasztása, az egy bizonyos 15-20%-ban megváltoztatta a piac belső mozgását. Miért te is említetted, hogy itt azért a mezőgazdaság a több területen is mozog, van kisebb, nagyobb, vannak őstermelő családi vállalkozások, vannak viszont vállalkozások is. Ki van most szerencsésebb helyzetben most itt a koronavírus járvány terjedése kapcsán? Kire gyakorol nagyobb hatást, az őstermelőkre, a kisebb családi vállalkozásokra, vagy a nagyobb vállalatokra? Ebben a szempontból nagyobb vállalkozások éreznek, hiszen van némi komolyabb tartalékaik vannak, bár az elmúlt 5 év kormányzati támogatások, uniós forrásokkal sikerül stabilizálni a kis üzemeknek is a helyzetüket, amire nincsenek felkészülve, hogy 2-3 évre tartalékoljanak. Jellemzően egy ilyen fél év, egy év tartalékkal termelnek, hát 5 év, az a nagy mondás, 5 évből egy az mindig egy nagyon jó év, egy év nagyon, nagyon rossz év. És úgy gondolom, most minden szektor megszenvedi ezt a koronavírus járvány, de jellemzően nem a mezőgazdaság az, aki ennek a szenvedő alanya lesz ennek a járványhelyzetnek. Az előző válságnál is elég stabilan tudták garantálni a minőséget a gazdák, illetve most is elég jól bele tudtak állni a dologba, és elég komoly felkészültséggel vízik a dolgokat. Ahhoz, hogy vessünk, ahhoz, hogy arassunk, az vetnünk is kell, tehát ez most az nagyon fontos, hogy a tavasz jó induljon el. Úgy gondolom, mi az aratás elérkezik, addigra ez valamelyet le fog csengeni ez a járványhelyzet, és meg tudjuk termelni az összes gabonát, illetve amit szükséges az emberek asztalára.
És az ágazatvezetői milyen intézkedéseket tudnak hozni, hogy ez a magas minőség ez megmaradjon, hogy a mezőgazdaság jól működjön, vannak-e esetleg higiéniai, akármilyen más előírások, intézkedések, amik segítik most a mezőgazdaságot? Az állategészségügy a klasszikus példa, illetve a növényegészségügy is, hogy maga az állategészségügyben a sertéspest és madárinfluenza járványok eléggé magas szintre emelték magában ezeken a telepeken a higiéniai állapotokat, hiszen már egy sertéstelep körül is két kerítés van, kétszeres kerítés van kilakítva, és nem is lehet belépni egyetlen élelmiszerpőzembe, vagy akár sertéstelepre különféle sterilizálás, tehát kézmosás nélkül. Tehát azért a gazdák benne vannak ebben a járványhelyzetben, hiszen nap mint nap, akár növényegészségügyi, akár állategészségügyi szempontból találkoznak, ha nem is ezzel a vírustípussal, de magával a szituációval, hogy hogyan lehet, hogyan kell higiénikusan termelni, gondozni, az teljes mértékben átalakult. Nagyon sok gazda beépített a traktorába ózongenerátort, tehát folyamatosan megy a kézmosás, illetve maga fertőtlenítés. Áttenyésztésben pedig ez már alapvető feltétele a működésnek. A zöldségtenyésztésben nem lehet úgy dolgozni, hogy nem tartják be, hiszen itt mindenki adja saját arcát, saját személyét ebbe a rövidellátási rendszerbe. És ha van garancia most az egészséges élelmiszer ellátásához, ahhoz, hogy a fogyasztók azt kaphassák, az a garancia, amit a termelő maga a személyébe tud adni, amint egy Európa másik pontján található termelő kevésbé tud megadni, hiszen személytelenné válik a kétszeres, háromszoros átrakással, szállítással. Itt ennek ez lesz most a varázsa, ez lesz most titka, hogy hogyan tudják a gazdák a saját személyeket hozzáadni, hiszen ők bármikor megtalálhatóak, bármi probléma van, tudják orvosolni a problémákat. Tehát akkor továbbra is megbízhatnak az emberek a magyar minőségben, a magyar gazdáknak által nyújtott minőségben? Ez adja a saját személyiségét, a saját személyét, a saját munkáját. Ha jó, akkor dicsőség számára, ha nem jó, akkor pedig mindenképpen átalakítja a szerepeket. Sok mezőgazdasági dolgozóval találkozol a munkád során. Mit tapasztalsz, milyen a hangulat, hogy állnak most ehhez a helyzethez a őstermelők, a mezőgazdasági vállalkozások? Hát ebben a maradj otthon és a home office-ös világban igazából, aki mezőgazdaságban dolgozik és kint van a határban egész nap, azért az egy eléggé biztos lehetőség arra, hogy kevésbé fertőződjön meg, tehát ebben a szempontból szívesen jönnek dolgozni. Fluktuáció szinte megállt, illetve az, ami jellemző volt, munkaerőhiány, az úgy várhatóan változni fog, hiszen nem bizonyos szempontból nem változik, hiszen egyre kevesebb munkaerő jön majd a szomszédos országokból, akik elvégezték a fizikai munkát, viszont a turisztikából, illetve másnap felszabaduló létszámot a mezőgazdaság be tudja fogadni és tud nekik munkát adni tisztes jövedelemmel. És ha már itt meg volt egy kis jóslat is, hogy a későbbien mi várható, mire számítatok, hogy fog ez alakulni most így a jövőt tekintettel, hogy alakul a mezőgazdaság helyzete? Hát egy mondatban a globális világ átalakul lokális világgá. Tehát azért ezek a óriási távolságok, a megtermelt és szállított zöldséggyümölcsök, vagy bármilyen termékben, amely a globális világ optimalizálta a költségeket, egyre inkább egy térbe fog kerülni azzal a lokális igénnyel, hogy helyben állítsunk mindent elő, és mindenki helybe fogyassza el azt, amit lehet. Hát nagyon várjuk a turisztika beindulását, hiszen az nagyon fontos fölvevő szerep az éttermek, illetve vendéglátóegységek a éttermekeknek. Az, hogy a hozzáadott érték egyre inkább növekszik, tehát már nem magában, hát nem magként adják, hanem lisztként vagy feldolgozottan, az jó lehetőséget nyújt arra, hogy a lokális piacok beinduljanak, de benne vannak az egyszerű mezei városi piacon eladott termékek is, hiszen ott mindenki megkaphatja azt, ami szüksége van. És hát már nagyon-nagyon szépen felsoroltad a következő tavaszi munkákat. Mi az, ami most következik, amire figyelnie kell a gazdáknak? Hát a vízpótlás a legfontosabb, hiszen szükség van a vízre. A víz megőrzés a másik. A vetések azt sem befejeződnek, tehát májusra azért már szinte 90%-ban minden lesz vetve. Hát most fog következni majd a luszernáknak az első kaszálása május közepén végén, hogyha lesz eső és ki tudnak igazából erősödni. A gyümölcsösökben pedig igazából meg kell oldani azt, hogy hogyan, meg a szőlőkben hogyan tud regenerálódni a zöldség, illetve a gyümölcs és a szőlő. Ez egy komoly feladat, hogy megőrizni azt a keveset, amit a fagy meghagyott, illetve akkor is fenn kell tartani a növényegészségi állapotot, hogyha némás termés van, hiszen ez már a következő évre hat.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk a mezőgazdaság helyzetét. Én is köszönöm a figyelmet, köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőim, mint láthatták, a mezőgazdaságra nem gyakorol olyan erős benyomást a koronavírus járvány. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép napot kívánok, viszontlátásra!